Mindennapi ügyeik intézésében segítenek a kerületi lakosoknak a Zsombolyai utca 4-ben található szociális és egészségügyi osztály dolgozói. Az akadálymentesített épületben az ügyfélszolgálaton egyebek között az ügyintézés menetéről, a támogatásokról lehet tájékozódni. Itt lehet benyújtani a szociális támogatások iránti kérelmeket. Az ideérkezőket szükség esetén tovább irányítják, megkapják az illetékes ügyintézők elérhetőségét. Az önkormányzat szociális és egészségügyi osztályán számos támogatásokkal, esetleges programokkal, igénybevételi ellátásokkal kapcsolatos információkkal segítjük az ügyfeleket, a kerületi lakosokat. Tájékoztatjuk őket a szociális támogatásokról, egészségügyi és szociális ellátásokról. A szociális ügyfélszolgálaton van lehetőségük az ügyfeleknek a támogatásokkal kapcsolatos kérelmeiket előterjeszteni. Leggyakrabban gyógyszertámogatásokkal kapcsolatosan, lakhatási támogatásokkal kapcsolatosan, valamint az egyszeri, váratlanul bekövetkezett, nagy összegű támogatások kiadásai miatt érdeklődnek az ügyfeleink. Az egészségügyi csoport feladatkörét képezi a felnőtt és gyermekházi orvosi szolgáltatókkal, valamint a területi ellátási kötelezettséget vállaló fogorvosokkal a kapcsolattartás. A csoport munkatársai a lakosság számára felvilágosítást nyújtanak a lakóhely szerinti házi orvosok elérhetőségéről, a betegfogadás rendjéről. A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban az Újbudai Polgármesteri Hivatal szociális és egészségügyi osztályához vagy közvetlenül a szociális intézményekhez is lehet személyesen, telefonon vagy elektronikus formában fordulni. Ezen intézmények közé tartoznak az Újbudai Humán Szolgáltató Központ, az Újbudai Szociális Szolgálat, az Újbudai Idősek Háza és az Újbudai Bölcsödék. Az idősebb korosztály képviselői program lehetőségekről is informálódhatnak a 60 plusz program kínálatáról, amelyeket a Kérő és Bölcső utcai telephelyeken is szerveznek. Gyakran vannak szabadtéri események is számukra. Vannak nappali és bentlakásos intézmények is, amelyekről az érdeklődők a szociális és egészségügyi osztályon is tájékozódhatnak. A szociális támogatások esetében különböző élethelyzetekhez kötődő rendkívüli és rendszeres támogatások igénylésére nyílik lehetőség, például gyógyszerköltséghez, lakhatáshoz, védőoltásokhoz, beiskolázáshoz. Az önkormányzat honlapján is lehet tájékozódni, illetve az ott található űrlapokat elektronikusan is el lehet juttatni. Újbuda önkormányzata szociális támogató rendszerének szerves része a Vikusz 11 közalapítvány. A közalapítvány csaknem 30 éve nagy családosok, kisnyugdíjasok, önhibájukon kívül szociálisan nehéz helyzetbe került embereknek nyújt például fűtés támogatása, díjhátralék csökkentésére vonatkozó krízis támogatást, amelyekre pályázat útján meghatározott időpontokban lehet az igényeket benyújtani a Vikusz 11 közalapítvány irodájában ügyfélfogadási időben.